Számos tejdesszert, vagy a mindenki által ismert Túró Rudi is ebben a hatalmas mátészalkai üzemben készül. A gyár anyacége a Friesland Campina, ami a világ legnagyobb szövetkezeti tulajdonon alapuló tejipari vállalatának számít. Mérföldkőhöz érkezett a holland cég óriás, ahogyan ez a torta is utal rá, idén ünnepli ugyanis fennállásának 150. évfordulóját. A magyarországi leányvállalat a dolgozóival közösen ünnepelte meg a jeles alkalmat. Szautner Péter vezérigazgató Máté Szalkán hangsúlyozta, a szakmai hozzáértés mellett a dolgozók számára megteremtett családias munkakörnyezetben rejlik a gyár sikerének titka. Egy rendkívül stabil dolgozói gárdánk van, nagyon sokan a munkavállalóink közül több évtizede vannak velünk, és ez a tapasztalat, az elkötelezettség, ez nyilvánvalóan megjelenik a termékeinkben is. A Magyarországon jól ismert pöttyös és mili termékek szinte mindegyikének a termékfejlesztéseit az termékfejlesztése is az itteni szakemberek munkáját dicséri, mint az előállítása is. Most kicsit önreklámozok, hagyj menjek vissza, 3-4 hete bevezetett pöttyös kanalazható desszert is egy itteni fejlesztés, az is itt készül Mátészalkán, és nyilván ezt egy jó csapattal, jó szakembergárdával sokkal könnyebb megvalósítani, de ezen túl egy szinte folyamatos évtizedek óta folytatott márkaépítés, innovációépítés, mindig megkeresni azokat a magasabb hozzáadott érték kategóriákat, ahol mi azt gondoljuk, hogy valóban értéket tudunk teremteni a magyar fogyasztók számára. A mátészalkai tejipari gyár éppen bővítés előtt áll, a következő 4 évben egy több mint 5 milliárd forint értékű beruházás valósul meg. Ennek nyomán további 25%-kal bővül majd a kapacitás. Ez azt jelenti, hogy az eddigi napi 1 millió túró rudinál is többet állítanak majd elő, valamint növekedik a desszertek kínálata is. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere azt mondta, a vállalat beruházásai gazdaságilag erősítik a várost, és újabb munkahelyeket kínálnak a helyiek számára. Évről évre azt tapasztalom, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyek szükséges meglépni ahhoz, hogy még jobb minőségben még több terméket tudjanak gyártani, általában az esetek döntő többségébe nyitott kapukat döngetve haladnak előre a fejlesztések útján, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó Mátészalkának, nagyon jó annak a folyamatosan gyarapodó dolgozói körnek, ahol például hagyománya van annak, hogy kompletten családok dolgoznak itt, családtagok. Ez erősíti a cég iránti lojalitást, hűséget. Itt generációk dolgoznak már az elmúlt évtizedekben azért, hogy ez az üzem a továbbiakban is világszínvonalú magyar termékkel lássa el a vásárlókat. A mátészalkai cég a Túró Rudi és más termékei gyártásához 36 régiós tejtermelő és közel 500 magyar beszállító alapanyagát használja fel, így több ezer magyar család megélhetéséhez járulnak hozzá.